is vannak, akik hozzá tudnak tenni 15 pontokat. Mennyire igaz ez most ebben a helyzetben erre a két csapatra, így a szezon végén már? Tökéletesen így van, hiszen a Paksi oldalról Davis, Riddle, Ziegler, Mészáros talán. Tehát lehetne sorolni a neveket, Smith, akik mind képesek 20 pont fölötti teljesítményre, csak hát az, ugye az nem lehet, hogy mindenki 20 pont fölött dobjon, mert akkor több mint 100 pontot dobnának, hiszen egy jó védekező csapat nem igazából engedi meg. Hát arról szól, hogy valakinek ezek közül a játékosok közül, akinek jobban megy, magára kell vállalni a meccset. Mészáros alá minden esetre megindul, körbevezeti a palánk alatt az első akció, tehát a Paksi, aki... és Smith rontott el. Smith rengeteget hibázott a kaposvári mérkőzésen is, nagy akarással és iszonyú sok hibával játszik. A válasz viszont a másik oldalon Szőke révén nem várat magára 3-0. Ráadásul ugye az első meccsen a triplák az első félidőben nem nagyon mentek egyik oldalon sem. Ez jó jel, hogy Szőke Balázs azonnal betalált kívülről. Mint ahogy mondtam, nagyon fontos a kincsi dobás a kaposváriak részéről, és hát ez tényleg egy jó indítás, hogy Szőke Balázs rögtön 3 pontos dobásat tudott bemutatkozni. Jön-e válasz a hazaiaktól erre a trojkára? Kis tanástalanság, hogy kidobja be, aztán Davis megy Mészáros helyett a labdáért, Mészáros pedig megszerzés Ivkovics fölött próbálta volna, vagy a keze alatt próbálta volna föltenni a labdát. Ivkovics szépen megszerezte, és ez megint egy tripla a túloldalról, úgy látszik ez lesz a játék. Most James. Két triplával külső dobásokkal kezd a Kaposvár, és jól. Ned James dobta a második triplát, aki az első mérkőzésen 7-ből egy dobást sikeresen végrehajtani. Tehát egyetlen egy kísérlete volt eredményes 7 kísérletből. Tehát, a másik pedig, aki Szőke Balázs dobta az első 3 pontot, ő abszolút nem is dobott az első mérkőzésen 3 pontot. Nagyon fontos momentum a kezem. Mészáros és Ivkovics megbeszélték, és aztán összebarátkozva el is felejtették az előző jelenetet. Nem tudom, hogy Mészárosnak mi volt a baja, most minden esetre James egy pillanatra elálmélkodik. Nem úgy a Paksiak. Hát ez biztosan nem megy, hogy valaki csak dédelgesse a labdát, miközben az ellenfél ott ólálkodik a környéken. Nagyon ügyesen csinálta ezt most Bane Smith, és igen, ő dobott két büntetőt. Két fontos momentum is volt az első, hogy Riddle kilépett a 3 pontos vonalra, vonalon kívülre egy tiszta dobó helyzetnél, ami szerintem ebben a szituációban nem kellene megtenni. A két pont is nagyon jól jönne a jelen pillanatban a Paksnak. A másik pedig James, hadd mondjam, a elmélázott egy picit. Smith viszont bedobta mind a két büntetőjét. 2-6 és sima. Filipovics. Az nem az ő helye, hogy onnan kintről eldobja. Nem is ezt teszi, adta Szőkének. Ivkovics. James. Mozdul. Ivkovics nem adja, most adta volna, de ez már egy kései gondolat volt. Sima viszont elvállalja kintről. Szőke Balázs szabálytalankodott. Dr. Vig Péter és Benczúr Tamás a két játékvezető. És már volt vita az első meccs kapcsán a játékvezetők ténykedéséről, azt, hogy pártatlanul fújtak, az senki nem tagadhatja. És egy ilyen bajnoki döntőt, ahol rengeteg indulat képződik. A meccsek alatt azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos szempont, hogy legalább ilyesmikről nem lehet beszélni. Újabb fal, és ebben a negyedik a kaposváriaknál. Nem szabálytalankodtak még a Paksiak viszont. Említetted az indulatokat. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy mennyire tudják a játékosok az indulataikat kordában tartani. Emlékezhetünk Mészáros technikai hibájára Kaposváron. Most úgy néz ki, hogy ebben a szituációban talán a Paksi csapatnál jobban, még nincsen személyi hibájuk, míg a másik oldalon már 4 személyt is elkövetett a kaposvári társaság. Ivkovics mondta Filipovicsnak, hogy legalább várj meg, hogy merre fordulod, mielőtt elindulsz, ezt majd valami hasonlót mondhatod, mindesetre nagyon veszekedett vele. Simon, Ivkovics. Riddle mellett próbálta eldobni, Mészáros pedig megy a lepattanóért, és indulat is jöhet egy gyors kontra, Mészáros 1-1-ben nagyon jó. Sikerült is feltenni a labdát, de az lejön. Riddle szabálytalankodik, meg van az első Paksi szabálytalanság is tehát. Érzésem szerint most Mészáros joggal vitatkozik a játékvezetőkkel. Úgy érzem, hogy megtolták egy kicsit a dobás előtt.
ez egy teljesen azt látjuk, ahogy Simontól nem próbálják elvenni a labdát, de Rédül szabálytalanul tette ezt, aztán már Mészáros hiába érkezett. Szőke. Ziegler szerezte meg a labdát, ez egy nagyon rossz passz volt. Itt pedig Filipovics érkezik a legrosszabb ütemben, a legrosszabb pillanatban. Ráadásul ugyebár akkor, amikor Cigre emelte a labdát, késve, lehet látni. Késve érkezett Filipovics. Filipovicsot megkerülte, és nem volt besegítés, csak egy nagy rohanás. Cigler. Az első meccsen elég hullámzó teljesítmény jutottak a csapatot a büntetőzésben is. Pedig a végére aztán kiderült, hogy az igencsak fontos része a kettejük párharcának. Bár hát tudták ők ezt eddig is. James! Matt James egy triplával. Baines Smith a másik oldalon. James egy kicsit elkésett a védekezésre, de szerencséje volt. Smith rengeteget mond. Persze közben meg, hogyha egyszer elkapja a fonalat, akkor egy egészen másik játékot is láthatunk még tőle. Igen, Kaposvár ott a hetedik dobása volt sikeres, itt az első kettő rögtön. Mármint a Jamesnek. Jamesnek, igen. 11-4-re vezet a Kaposvár. Riddle, Ziegler, Smith. Ziegler Ivkovicson keresztül is megállíthatatlanul. Rendes center játék volt. Szép, talán egy picit elkapott ezt. Most Mészáros viszont lepasszolja oldalra, csak nem volt az egy pontos passz, abból dobni nem lehetett. Indulni, igen, és Filipovics is a szabálytalanul. Talán egy kicsikét feleslegesen is szabálytalanodik. Itt majd látjuk, elindul befelé. Hát ebből dobás lesz. És ott jött Ivkovics. Én úgy gondolom, hogy, ez inkább a játék töltelése volt. Nem szerette volna Filipovics, hogy tízzet dobjon Smith. Ezért inkább Pautalájt kapta meg, és arra gondolt, hogy esetleg a büntetők közül ki fog hagyni ebből. Hát meglátjuk. Még egyet valóban kihagyhat. De teszi-e. Nem. Szépen csont nélkül. Simon. Ha így kalkulált, tehát Filipovics nem kalkulált túl jól. Ennek azért van egy olyan hatása is, hogyha a játékos mezőnyből érje a kosarat, vagy büntetőből, az nem ugyanaz az érzés. Tehát azért némi különbség van a kettő között. A játékban lendülés, ez nagyon fontos az, hogy a mezőnyből érje a kosarat a játékot. Ivkovics. Irgalmatlan, rövid volt. James megpróbálta újra, és Ivkovics érkezik, mint egy helyrehozva az előzőt. Most már lejárt a támadóidő. Mutatják a játékvezetők, a kosár érvénytelen. Így van, miután a dobás nem ért gyűrűt, ezért nem indult újra a támadóidő, tehát... Igen, az első Ivkovics dobás óriási homály volt. Nem, hogy gyűrűt nem ért. Igazából még a hálók is alig. Újra és újra és újra Ziegler emelkedik. Ivkovics megy vele, előbb-utóbb várható volt, hogy eltalálja Ziegler magát is. Nézzük itt az ismétlésen, majd látszik, hogy már ez szabálytalan volt, már itt kartért Ivkovics, aztán jön az ismétlés. Azt gondolom, hogy Ziegler Laci, hogy egy kicsit az a baj, hogy nem igazából szereti a test-test elleni játékot, a kemény küzdelmet a palánk alatt. És hát most ebben a szituációban neki mindenféleképpen ezt a kezdőt fel kell venni, és nagyon keményen kell küzdenie. Ivkovicsnak viszont van már két személyi hibája. Egyébként ugye a meccs előtt nagyon sok szó esett Mészáros Zalán kipontozódásáról és az ő fault problémáiról. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a paksiak általában akkor vannak nehéz helyzetben, ha a csapatnak vannak fault problémái. Az ő védekezésük ezt nem nagyon engedi meg. Kicsit szárnyaszegetté válik úgy már. Hát mondjuk a legtöbb csapaté, hoppá!
Jamesnek ott volt a terület az alapvonal mellett, ez rossz védekezés, ő pedig élt vele is, még egy következő zsákolást is megmutatott neki. Ez itt nagyon jól játszik James, szinte minden megfordulásra sikerül. Mészáros küldi el Simont. Miss. Na meg lesz az a dobóforma. Kettő pont a különbség, már csak kettő pont, Simon. A szokásos párharc, Simon és Mészáros. Mészáros Zalán szabálytalankodott. Érsek jön a hazaiaknál. Fonini Rid, ilyen hát egy kicsikét. Azt hiszem, még nem is mondtam, mind a két oldalon emberfogást védekeznek a csapatok, és az emberfogás ellenén játékot, figurákat játszák a legtöbbet még eddig indításra. Azt hiszem, hogy egy kivételt eltekintve nem került sor. A visszahelyezkedés jól oldanak a csapatok. Talán rendezetlen védelmény játék volt, dobott a Kaposvár többször kosarat. Ugye, hogy Vénztiszteknek megvan ez a forma. A második meccs belelendül, Mézi Zorán pedig időt kér. Emlékezzünk meg az előző Ziegler blokkról is. Ivkovicsal szemben mutatott be, végelőményben Smith gólja, ennek eredménye volt. Ha nem hagyjuk az edzők hangját, akkor elmondanám, hogy meglepő az első mérkőzéshez képest Wayne Smith nagyszerű játéka. Az első mérkőzésen összesen az egész mérkőzés alatt nem ért el annyi pontot, mint most. Az első negyed több mint elteltével. Na talán most viszont már az egyszerűen is halljuk. Vagy ha az edzőket nem is annyira, de az ajta, ami a kiskolók körül veszi mindenféleképpen. Gyakorlatilag telt ház itt a Paksi csarnokban. A vezérszurkolók itt vannak, mind a két módon vannak, akik nem a lelátót, hanem mögött a korlátot választották. Innan nézzék a meccset, az a jobb rálátás. És a Kaposvárról pedig annyian jöttek, hogy a saját szektorokat gyakorlatilag kétszeresen kilőtték. Egymás hegyén hátán állva szurkolnak. Mészáros. Nagyon fegyelmezetten nem tesz megjegyzést. Egy kis összegörnyedő, ideges mozdulaton kívül nem csinál semmi más, mert megígért, hogy végigjátsz ezt a meccset. Ahhoz nyilvánvalóan tényleg az is kell, hogy ne hakolja maga ellen a játékvezetőket, mert általában az nem szól jó vér. Cserélnek a vendégek, Varga Roland jön majd. És jön. Visszatérve, nagyon nagy párhat, a Szőke Balázs Mészáros Zalán párhat. A két irányító egymást fogják. Már a Simon Balázs. Oh, bocsánat, elnézést. Én zavartalak meg azzal, hogy Szőke Balázs most nincsen. Tehát egymást fogják, és gyakorlatilag egymás ellen kell dolgozniuk. Ez is nagy kérdés, hogy döntő lehet, hogy ezt a párhatot kettő közül ki fogja megszólni. Paksiaknál Mészárosnak már van két falja. Neki most már óvatosabban kell védekezni, mint eddig, viszont hozhatja a labdát. Davis. Érsek. És ismét Mészáros. Mészárossal szemben Ned James védekezik. Ziegler-rel szemben pedig Ivkovics. Ziegler megkérde a játékvezetőt, ez mi volt? Simon viszont indul a labdával egészen addig, ameddig Wayne Smith a bírók szerint szabálytalanul kineszkolorja a kezéből. Ez a gond Ziegler Lacival. Ezeket a passzokat, ezeket a labdákat az ő magasságával kétkézre fölülről bele kell zsákolni. Ott akkor odaüthet a védő, lehet plusz egy dobás. Most magyarázták a játékvezetők éppen Zieglernek, hogy ne várja a védelmet, hanem úgy áll oda. Jó.
Simon, ketten is nyakán lógnak. Ivkovic indul meg. Érsek szabálytalankodik. Igen, ezt a játékvezetők gyakorlatilag folyamatosan fújják, amikor a játékvezető, vagy a játékos, a védőjátékos leviszi a kezét oldalról, és megnyomja a támadójátékos csípőjét, ezt fújják, 10-10-10 szinten. Hozzáteszem egyébként, hogyha a nemzetközi gyakorlatot nézzük, ezeket a dolgokat már nem szokták igazán lefújni. Tehát nem, már lent van a labda. Nem viszik le a játékosok, hát, a támadó játékos csipőjével a kezüket, ezt megtanulja. Ugye ez meg a másik dolog. Na jó, azért dobhatott Ivkovic, mert túl vannak a paksiak is megengedett csapathibákon, eljutottak ők is az ötödikig, Mészáros. Az, hogy Ivkovic mennyire volt ezzel eredményes, azt meg úgy is látták. Közben láthattuk, hogy Kaposvár átállt egy 2-1-2-es vagy 2-3-as zóna védekezésre, és ezzel már is némi zavart keltett a paksi támadásokban. Ez az első, hogy védekezést váltotta kaposvári csapat. Ez pedig Kis Zsolt dobja át, teljesen tisztán elereszte a külső dobást. Gyönyörű tripla, 16-13, először vezet a paksi csapat. Simon elindul Mészáros mellett, és hiába a közben nyúló kéz még így is bent van. Ismét Szigden Lacira kéne visszatérnem. Egy lépéssel előbb és bátrabban kellett volna oda segíteni a betörő Simon Balázsra, és akkor eredményesebb lehetett volna a védekezésben. A kékhaj tulajdonosa Trepák Zoltán, ő már kéken kezdte a döntőt. Nyilván kéken is fogja befejezni, csak kérdése, milyen színű érem lesz utána a nyakába. Ő azt mondta, hogy ez a kék szín, ez jobban illik az arany. De Kis Zsolt ugye a hajat nem festett, ő is ezt szeretné. Egy újabb tripla, 19-15. Egy percet belül a második, azért ez egész szép teljesítmény. Előbb jobbról, aztán balról. Még azt sem lehet mondani, hogy az az egy ember nem figyelt oda. Simon. Filipovic. De rá sem nagyon figyeltek ott a tábla alatt. Nagyon tisztán kapta ment a labdát. Mészáros viszi ki oldalra. Szépen körbejárt dobó helyzetig. Smith! Wayne Smith! Igen, Filipov is magyarázza a bizonyítványát, őnek kellett volna elkísérnie Wayne Smith-t, nem tette, és ő nagyon szép hármas dobott kacsarokból. A játékvezető pedig kiballag Paksi kispadon, és megkéri őket, ez csak a Terence Davis, hogy ne rohangáljon be a padról a pályára örülni. Az nem szokás. Egy percen belül 22-17-es hazai vezetés. Varga, Trepáknak tette be, hogy befordulni nem lehetett. Ezt jól látták a játékvezetők, ez támadó személyhiba volt. Úgyhogy áthúzta volna magát. Magát. Így van. Minden, ahol én ülök, teljesen tökéletesen lehetett látni. Újból ember fogás a kaposvári oldalon. Úgy látszik, nem volt egy jó húzás a zóna védekezés. Kicsit nehézen 5 ponttal vezet a Paks és addig egy áll volt. Smith. És megint Kis Zsolt. Most nem sikerült. Szőke Simonnak, Simon pedig elvállalja a külső, tovább vinni nem is lehetett, hiszen megszólalt a Duda. Ez viszont így nem jó, 22-17-es atomerőmű vezetés az első negyed után. De hát megint kialakult az a párharc, hogy az első meccset is jellemezte a két csapat fej-fej mellett nagy küzdelem lesz ez is. Van egy műsor a Sportegyen, amelynek röviden így lehetne leírni a tartalmát. Megmutatunk benne mindent, ami két vagy négy keréken száguld a cél felé.
motorkerékpárokat, crossmotorokat, enduromotorokat, rallyautókat, terepjárókat, versenyautókat, egy szóval mindent, ami árasztja, ami önti, ami zúdítja kifelé magából a benzingőzt. Élvezzük együtt a száguldást! Grand Prix autós motoros magazin szerdán esténként csak itt a Sport 1-en. Ismét a Bayern örökébe léphet a Werder. A brémaiak követték a bajorokat a bajnoki trónon, és ugyanígy a müncheniaket követhetik a duplázásban is. Legutóbb háromszor is az FC Bayern nyerte el a Bundesliga salátástáját és a DFB kupa trófeáját is. Most ezt ismételhetik meg a brémaiak, feltéve, ha érvényesítik osztálykülönbségi előnyüket a feljutást az utolsó fordulóban elpackázó Aachennel szemben. Werder Bremen Aachen német kupa döntő szombaton este élőben a Sport 1-en. Az első mérkőzésem az első negyedben 23-18-ra a paksiak vezettek, most 22-17-re vezettek, akkor a Kaposvár nyert, de most Pakson van a meccs, és ez óriási különbség. Itt vannak az első negyed dobó teljesítményei. Pénzbiz játéka, azt hiszem ennek a mai találkozónak a legnagyobb meglepetése eddig. Ugye őt hetek óta, hát elég sokan szígyák, bánják azért, mert nem mennek a dobások. Hogy látják rajta, hogy küzd, hogy akar, de igazából nincs meg az az áttörés, hogy egyszer elindul, és akkor onnantól sír a keze. Mint hogyha most az első negyed pontosan ez a pillanat lenne. Így van, én azt gondolom, hogy Ned James nagyon-nagyon fontos, tehát a kaposvári játékosnak nagyon-nagyon fontos az első dobás. Mi, míg Smith, én úgy gondolom, hogy sokkal többet tud annál, vagy sokkal többre képes annál, mint ameddig nyújtott. Nagyon fontos, hogy most úgy néz ki, hogy összeszedte magát fejben. És hát az is fontos, ismerjük már Casey Sanders-t is, hogy neki sikerüljön az első dobása. Mert utána ő egy jó szériát szokott bemutatni. Hát most sikerült. Gyakorlatilag az első labda érintéséből betalált. Riddle, aki még nem dobott pontot a mai találkozón. Simon. Ivkovic. Ez megint nagyon rövid, Ziegler keze volt Ingvall Ivkovicsnak, aztán hiába méltatlankodik, nem történt ott semmi. Davis indul meg. És hogy ezt jól tette ennek, ez a végeredménye, és ez a bizonyíték, az Oliver Riddle előbb mondta, még nem dobott pontot, most már megvan. Egyébként 50%-os dobott teljesítmény jutott az első negyedben a Kaposvár, 38-at az atomerőmű. És ebből 75%-ra a triplák a Kaposvárnál, 50%-ra az atomnál. Itt pedig az első parázs jelenet, az első igazi nagy vita. Igen, közben nem tudom, hogy a nézők mennyire láttak a képernyőt, de elég komolyan hosszú másodperceken keresztül berekedett egymással Ivkovic és Riddle. A játékvezetők végül is kettő személyi hibát ítéltek, és miután a Kaposvár birtokolta a labdát, továbbra is ők birtokolhatják. De már csak 5 másodperc támadó idejük marad. Zsoldos András elindult a zsűri asztalhoz reklamálni. Nézi Zorán a Kaposvárját, mestere pedig Ivkovicsot szúrta le, hogy akinek már két személyi hibája van, az ne menjen bele egy kettő személyi hibába. Zsoldos nyugalomra intik. Most valahonnan a Noé környéki időkből ered ez a vita, mert a Zsoldos Andrásnak még az előző akció, az előző paksi akció lefolyását magyarázzák a játékvezetők, és azt, hogy utána hogy került el az ő táblájukhoz a labda. A jegyzőasztal mellett két oldalt 4-4 méter távolságban van egy-egy fehér vonal húzva. Ez az arra szolgál, hogy ezt a vonalat elméletileg az edzők nem léphetik át. Hát most láthatjuk, hogy gyakorlatilag ezt megtehetik. Hát az egy-egy zsűriasztalnál történő reklamáció kapcsán általában valóban csak elmélet. Ziegler szabálytalankodik. Igen, most kezdenek az indulatok egy kicsikét elszabadulni, most kell a játékvezetőknek talpon lenni, észjén lenni. Ziegler érkezett, és nem is ez volt a szabálytalan, amit fújtak, hanem ez is, itt sem azt hiszem, vagy azt gondolom elsősorban Ziegler volt szabálytalan, annak ellenére, hogy
neki írták be a faultot. Igen, ez labda és kéz volt, amit tőlünk nyugatra, illetve Amerikában már nem nagyon szoktak lefújni faultnak. Hogyha csak kezet talál a játékos, vagy először kezet, utána labdát, akkor... Ez egy másik eset, persze. Marad a Kaposvárnál a labda, a második rosszul sikerült büntető után. 25-20. Ivković. És most 22. Furcsa vár, de Sztelán Ivkovicsnak ez volt az első két pontja. Ugye kiadott két büntetőt. Ziegler. Aztán ugye egymásnak megjegyzett Ziegler visszaüt Ivkovicsnak, hogy elindul vissza a saját palánkja felé. Igen, most kezd a dolog parázs lenni, ebben rendesen benne van mind a két csapat, mert hát folyamatosan reklamálnak is, semmilyen bírói döntést nem hagynak szó nélkül, másrészt pedig hát mintha egy picit a fejüket is elvesztették volna. Én úgy érzem, hogy most a Maxi csapat nem jó irányba megy, elkezdtek foglalkozni a játékvezetéssel, nem a játékra koncentrálnak, gyakorlatilag külső körülményekkel foglalkoznak. Meg is kapják a büntetést. Nem is védekeznek rendesen. Tehát ennek ez a vége általában, amikor a csapat nem a labdát nézi. Mészáros. Sanders nem vitatkozik, hogy most nehéz is lett volna. Igen, láthattuk, hogy Sanders kezelet volt, és gyakorlatilag megakadályozta a támadó játékos abba, hogy saját maga előtt átvigye a másik oldalra a labdát. Ez nem szabad. Három Paksi hiba eddig a negyedben, két Kaposvárival szemben. Riddle. Megint Sanders volt vele szemben, nem dobta el, eldobja viszont Davis, és hát Davis sem dobott még pontot. Azt hiszem, ez önmagáért beszélő adat. Arra gondolok, kéri el gyorsan-gyorsan. Arra gondolok, hogy most rendezték én egy kicsit a Paksiaknak a játékokat, mert amit most játszanak, az nem igazából vezet sehová. Tehát sem támadásban nem koncentráltak, sem védekezésben nincsenek ott. Már idő majdnem labdát szerez. Aztán a játékvezető mutatja, hogy a Csimon ért utoljára hozzá. Ezt mi talán meg is tudjuk majd nézni. Itt jön a passz. Kép szerint igaza volt a játékvezető. Jó döntés. Mészáros. Köszönjük, hogy megbizonyosodhattunk róla. Davis. Mészáros nagyon szépen indul. Az osztás is jó. És itt a vége a táncnak. Simon szabálytalankodott. 25-24, egyetlen pont viszont a különbség már csak. Két csapat között. Szépen lassan ezt az 5 pontos előnyt elbizonyította a Paksi csapat. Riddle megpaskolja egy kicsikét Varga Rolandot. És aztán megköszönjük, hogy dobhatja a büntetőt. Úgy látom, mintha Riddle elkezdett normálisan gondolkodni. Nem azért, mert büntetőt akar dobni, csak hogy nem a vitatkozásra. Igen. Meg volt győződve róla, hogy most hálás lehet, hogy dobhat két büntetőt a szabálytalanság után, de hát a Kaposvárnak ez a negyedik hibája volt még csak. Most tudom, hogy ez Davis hogy gondolta. Ezzel viszont Simon indulhat. Megy vele Ned James. És Mészárosról ment ki a labda. Vagy ő ment ki a labdával együtt. Egész pályán kívül át és hozzáért a labda. Simon. Az pontos. És megint vezetnek a vendégek. Ahogy Heinz Borbát Attila megjósolta, a Paks addig foglalkozott a játékvezetéssel, ameddig a Kaposvár átment a vezetés. Hozzáteszem egyébként, az indulatok gerjesztése Kaposváriaktól pontosan ebből a taktikából kiindulva nem áll mindig messze. Tehát a kaposvári meccseken nem minden balhé az, aminek látszik. Néha a balhé csak azért van, hogy az ellenfelet egy kicsit összezavarja vele. Minden esetre gyorsan visszaveszi a vezetést a Paks.
kétségtelen, hogy a Kaposvár játékában benne van a szándékos játék történés is, az ellenfél tukkolása, nyilván rutinos játékosokról van szó, mondjuk csak Filipovicsot, Ipkovicsot, tehát. Ez a passz viszont elérhetetlen volt. A lelátón ülő lányok nagyon örültek neki, más azt hiszem nem nagyon. A képen pedig Terence Davis, akit sokkal többet várnak itt Magson, mint amit eddig mutatott, ez egészen nyilvánvalóan. Önmagában az, hogy több mint 10 percet volt a pályán eddig, és nem dobott még pontot, ez azt hiszem, hogy esetében szinte példátlan. Simon. Én úgy érzem egyébként, hogy Davis talán... Ez is jó Simontól. Úgy érzem, hogy Davis talán Kaposváron az utolsó percekben, amikor neki kellett irányítani a vesztette el a fonalat. Azóta nem igazából találja. Nem tudom, látjuk-e majd ezt a jelenetet. Belekapasztolt a gyűrűbe, így van. Belekapasztolt a gyűrűbe, Riddle pedig beleboxolt egyet a hasába a Diglongot, de játékszerű figyelmeztette és Riddle-t, hogy ezt ne. Igen, ezek fölöslegesek. Cigel! Nem a labda környékén kell keresni a személyébe elkövetőjét, egy James a tábla alatt lökösödött. Védelünk is minden esetre nem ok nélkül állott a büntetővonalnál legalább. Hát itt lehetett látni a szerelhetet. A beleboxolt, na jó, az túlzás. De nem volt egy baráti mozdulat. Úgy gondolom, hogy nem szeretik egymást védőrészt, az. Persze nem is kell egymást szeretni egy döntő mérkőzésen, de azért sportszerűen kellene küzdeni egymás ellen. Védül második büntetője. Ezt is kihagyja. Hát ez az, amikor az idegek nincsenek a helyükön. Simon ezt elpasszolja. A labda pedig a Paksiaké. Ez a döntés Szőke Balázsnak nem tetszik. Ziegler. Ziegler Ivkovics-sal nem tud mit kezdeni. Ivkovics felveszi azt a pozíciót, amivel szemben egy centernek ugye kőkeményen fordulni kellene. Talán ez a keménység hiányzik Zieglerből ma. Hát az, hogy ütközön a védővel és ütközéssel együtt dobja be a egyméteres dobóhelyzetét. Ennyiről lenne szó. Ez szerintem egy válogatott szintű játékosnak olyan, mint Ziegler Laci 215-16 cm magassággal, mindenféleképpen meg kell tudnia voltam. Minden esetre a Paksiak most elég sokat hibáznak az elmúlt 2-3 percben. Itt a nagy kérdés, hogy a Kaposvár tud-e ezzel élni. Feljöttek, átvették a vezetést, de egy pont a különbség az semmi. Ivkovics Zieglerrel szemben. Zieglerrel pedig megüti a kezét a dobás pillanatában a játékvezetői döntés szerint. Ezt jó lenne megnézni innen föntről az embernek ezzel kapcsolatban vannak érzései, így láthatjuk is, na nézzük. Hát igen. Könyökére irányult a mozdulat, de nem biztos, hogy eltalálta. Visszatérve Zieglerre, én azt gondolom, hogy neki inkább fejben kéne rendbe tennie magát, és hogyha ez sikerülni fog, akkor sokkal jobb játékra lesz képes. A fizikuma, technikája megvan hozzá, szerintem fejben nincsen rendben. Időkérés nyilván nem kevés hangzavarral, és reményeink szerint némi edzői instrukcióval megspékelve. Ugye az a kérdés, hogy azt halljuk-e. Hátszikon elő! Rebound! Rebound! Everybody rebound! 100! It has to be 100! It needs pressure! For us! Everybody rebound! Offense! Hey, run! Now! One! Okay! And this, how we done yesterday! Okay, Lassi stays inside, pass, penetrate, kick, okay? Stefan, Tia, Zonehair, get it! Come on, Steve! Mindenki megy a lepattanóért, ez egy nyilvánvaló utacsukásban. Ez is első gondolata Zsoldos Andrásnak.
és az egyes figurát kérte támadásban, és az is nagyon jól kitett lehet dobni. Meg fogjuk látni, hogy mit jelent az egyes figura. Hát igen, mindesetre most először is egy kettes figura következik, két büntetős figura, Melnikovicstól. Nem úgy, mint az előbb, most bedobja az elsőt. Előbb ugye mind a kettőt kihagyta. Most mind a kettőt bedobja. Ő már megnyugodott szerintem. Ezért nagyon fontos azok a kaposvári csapat számára. Ziegler elszórja, Ivkovics összeszedi, Simon indul. Ned James a túloldalon, megpróbálja Simon egyedül. A kosarat pedig nyugodtan adhatjuk Casey Sandersnek, mert ő tolta be végül is a gyűrűben. Mármint a labdát. 32-27-re vezet a Kaposvár. Öt pontos Paksi előny, öt pontos Kaposvárira változott. Nagyon röviden ennyi a második negyed eddigi összefoglalója. Ez is lejön. Hát nem tudom, melyik az egyes figura, de egyelőre nem hatékony, akármi is legyen az. Simon. Az most egy jó párosítás a palánk alatt. Mészáros fogja Szentőt, és Szentő kijön a három pontos vonalra, ahelyett, hogy a gyűrű alatt kérti a labdát. Ezzel le is váltották rögtön. Ziegler pedig elütötte Ivkovics elől, ezzel lehet indulni. Meg lesz a Davis első kosara, meg bizony, és még dobhat is rá egy büntetőt. Na hát most már ő sem nulla pontos. Sandersnek a harmadik személyi hibája volt, a büntetőt pedig a futása terén Davis fogja bedobni, ha bedobja egyáltalán. Megerőlegeztem. Egyszerűen azt lehet mondani, hogy Sanders védekezése most ebben a szituációban butaság volt, nem szabad volna felugrani a állóhelyből, és magasabb, mint Davis, és nem igazából tudta megakadályozni felugrással sem Davis dobásra. Davis pedig nem élt azért megelőlegezett bizalmam, maradt van a másik oldalon, viszont Ned James, akivel meg nem tudnak mit kezdeni. A Paksiak a 14. pontjánál jár Ned James. Ivkovics nem szórja ma a pontokat, James viszont igen, ugye azt szokták mondani, hogy Ivkovicsnak és Simonnak megy a játék, és bennük megvan a 40 pont egy meccsen, akkor általában a Kaposvárnak nem nagyon vannak problémáik. Hát most Ivkovics helyére James lépett a pontgyártásban. Ivkovics viszont folyamatosan, kőkeményen is jól védekezik Ziegler-rel szemben. Nagyon-nagyon sok ponttól megóvva ezzel a Kaposvárt. Simon. Valóban egyébként nagyon fontos, amit Ivkovics úgy védekezésben, mint támadásban csinál. Egyrészt teljesen leköti a Paksi csapat legmagasabb emberét Ivkovicsot védekezésben. Másrészt támadásban is szerintem mindent megtesz annak érdekében, hogy a csapat eredményét tudjon lenni, és ez látszik is, hiszen 5 ponttal Kaposvárnak. Kaposvári időkérés, Mélin Zorán már nagy lendülettel magyaráz is. Egészen érdekes, hogy most egyik és másik csapat időkérését is hallottuk, ez egy magyar bajnokságot, amit hallgatnak. Még a magyar edző is angol nyelven adja az utasításait. Zoltosra gondolok az előbb. Hát évek alatt együtt változott a nemzetközi kosárlabda. Ebben minden a sorból. Simon. Elvállalja kintről, Mészáros lemarad róla, Simon meg bedobja. 29-37. Ekkora előnye egyik együttesnek sem volt még a mai meccsen. Igen, most teljesen leült a Paksiak játéka. Védekezésben igazából nem tudják kivédekezni a Paksi akciókat. Támadásban pedig egyszerűen nem tudnak gólt
Ivković kiszabadul és kiszabadítja a labdát is, ha már megszerezte. Ajax megint a triplával kísérletezik. Sanders szedi le végül a támadó lepattanót. Az első negyedben is jobban lepattanózott egyébként a Kaposvárt. Ami azért érdekes, mert ez itt Pakson nem szokás. Tehát lepattanó csatában Pakson nem illik az ellenfélnek nyernie. Majd a félidei statisztika ezt jól megmutatja, hogy a második negyed mit hozott ebben, de szerintem nőtt a különbség. Az elsőben 10-7-tel ment a Kaposvár az Atommal szemben. Sanders! Most teljesen bizonytalan lett az ASE. Én azt gondolom, hogy a sok játékvezetői ítélet megkérdőjelezése még véget, tehát azért, mert elkezdtek vitatkozni. Egyrészt a játékvezetőkkel, másrészt talán egymásra is egy kicsit. Tehát ez látjuk, hogy nem vezet semmi jóra. Sanders, hogy dobta ezt a két büntetőt? Tehát akkor valaki kosárlabdázni tanul gyerekként, ne ezt mutassák neki. Mert a mozdulat egészen érdekes volt. Davis! Ő meg a lehetetlennel próbálkozott. James, szerintem a mező legjobbja. Mészáros megszerzi a támadó lepattanót, az nagy dolog. És aztán nem tudja belobni az icát. Azt viszont onnan kötelező szalad a Fény Smithnek. Senkitől nem zavartatva. Szépen biztosan meg is dobja. 10 másodperc, sima. Ebben a negyedben eddig a Paksi csapat 9, azaz 9 pontot dobott. Nagyon-nagyon kevés. Kapott viszont 15-öt. Kap-e még? A két pont jó, és még rá egy büntető. Nagy-Jamestől. Kap bizony. Nem volt meg a kizárás, nem tette meg a kizáró lépést a Paksi játékos. Gyakorlatilag teljesen tisztán hullott a kezébe Nagy-Jamesnek a labda, csak vissza kellett tennie, és még rá is ütött egyet. Nagyon nagy hiba. 17-9 és még egy büntető. Időt túl. Ahogy időt túl, ugye megszólalt az úr a Nagy-James dobás akkor. A dobás még jó volt, így a szabálytalanság is időn belül volt, és ez a vége ennek a félidőnek. 40-et kapott a Paks hazai pályán, az nagyon sok. 31-et dobott, az nagyon kevés. Megverte lepattanózásban a Kaposvár, az legalábbis meglepő, és néhányan betűznek a Paksi csapatból, mint hogyha ez a második negyed tényleg kizárólag az idegességről, az elbizonytalanodásról, meg a hogyan tovább kérdéséről szólt volna. Hogy aztán Horváth Ferinek sikerül-e valakit elkapni, aki nyilatkozik is majd neki itt a szünet elején, akár egyik, akár másik oldalon, azt nem tudom, azt viszont látom, hogy Vénzpiz 13 pontjával az elmúlt időszak teljesítményhez képest önmagához fölé nőtt, és hát egyébként maga 15 Simon meg a 11 pontjával